Románia szerdától a nappali órákra is kiterjeszti a kijárási tilalmat a koronavírus járvány miatt. Jelentette be a román államfő, aki azt is elmondta, hogy elektronikus megfigyelő eszközökkel fogják ellenőrizni, hogy mindenki betartja-e a karantént. Evident, Természetesen mindenki elmehet dolgozni vagy bevásárolni, kivéve a 65 év fölöttiek. A vírus ugyanis rájuk a legveszélyesebb, és ezt a döntést is az ő érdekükben hoztuk meg. A kijárási tilalmat a haderő is ellenőrzi majd, tudatta Klaus Johannis. Az intézkedést az indokolja, hogy néhány nap alatt mintegy 800 ember szervezetében mutatták ki a koronavírust. Lengyelországban is hasonlóak a számok és az intézkedések is. Az utcákon csak indokolt esetben szabad tartózkodni, és akkor sem lehet kettőnél több ember közel egymáshoz. Azért van szükség kijárási tilalomra, hogy ne jussunk a spanyolok vagy a franciák sorsára, indokolta a döntést Mateusz Morawiecki kormányfő. A tiltás nem vonatkozik az önkéntesekre, akikből egyre több van. Ők például öt nap alatt 12 ezer adag ételt szállítottak ki ingyen az egészségügyi dolgozóknak. Ebben a bútorüzemben pedig 8 nap alatt éve maszkokat gyártanak a lakosságnak. Kisé délebre országban még rosszabb a helyzet. Kedden egy 45 éves rákbeteg férfi lett a járvány második áldozata, az igazolt fertőzöttek száma pedig már elérte az 1300-at. A prágai kezelő intézkedés csomagot állított össze, melyel ötszörösére nőhet az éves költségvetési hiány, de több ezer munkahelyet lehet megmenteni így. Hasonlóan Teszlovénia Szlovénia is, ahol a vezetés megszavazott egy két milliárd eurós gazdaság élénkítő csomagot a vészhelyzet idejére. Mindeközben újabb kínai gép szállt le a Liszt-Ferenc repülőtéren, fedélzetén több mint 3 millió maszkal, 100 ezer koronavírus tesztel és 86 lélegeztetőgéppel. A szomszédos Szerbiába is Peking küldött segítséget, miután már három ember életet követelt a járvány. Az orvos misszió azonnal megkezdte a lakosság szűrését. 48 óra alatt drasztikusan meg fog ugrani a tesztek száma, nyugtatott meg mindenkit a szerb elnök. Arról nem is beszélve, hogy Belgrád legnagyobb kiállító csarnokában lassan elkészül egy 3000 fős ideiglenes kórház is. A szomszédos Koszovóban, ahol már bűncselekménynek számít az utcán tartózkodni a déli és az éjjeli órákban, elkezdődött a távoktatás. A leckéket az állami tévé sugározza, mint egy 400 ezer diáknak.